Kedves gyerekek, üdvözöllek titeket! Az én nevem Csizmadia Horváth Tímea, és a Tózó Lajos Általános Iskolába tanítok matematikán. A mai óránk témája a polinomok szorzása. Nézzük is meg, hogy ugye hogyan is fogjuk ezeket megtenni. Hát a polinomokat a disztributív tulajdonság segítségével szorozzuk össze, amiről már eddig nagyon sokat hallottatok. Azért egy nagyon gyors kis ismétlésként megnézzük, hogy ez mit is jelent. Tehát ez látható a disztributív tulajdonság, ugye ez az összeadás és a szorzásra nézve. Látható, hogy ha egy zárójelbe egy összeg található, és ezt szorozzuk egy számmal, vagy egy monommal, változóval, akkor ugye ezt úgy kell megtennünk, hogy a zárójelben lévő mind a két számot, változót, ami ott van, megszorozzuk ugyanazzal a számmal. És ez ugyanaz, hogyha ez a szorzó tényező a zárójel mögött található. Nézzünk is egy példán keresztül ezt. Például a 3-assal szorozzuk az x plusz 2-t, vagyis azt jelenti, hogy a 3-assal szorzom az x-et is, és a 3-assal szorzom a 2-t is. Ezt most én külön így kiírtam, és ennek ugye a megoldását is megnézzük. Ez a 3x plusz 6 lesz. Nézzük azért, ugye majd egy következő példán köröztül, hogy hogyan is fog ez jobban kinézni, és ugye először egy monommal fogjuk megnézni, hogy hogyan szorzunk egy polinomot, tehát polinomot monommal ugye úgy szorzunk, hogy a polinom minden tagját megszorozzuk ezzel a monommal, majd az így kapott ugye szorzatok összegét vesszük. Ez ugye példán keresztül sokkal jobban érthető. Nézzük is gyorsan az első példánkat. 3x négyzettel szorozzuk a 2x a harmadikon plusz 4x-et. Tehát itt nyugodtan én ajánlom nektek, hogy szintén ilyen nyilakkal meg lehet ezt oldani, hogy látható legyen, hogy mit mivel szorzunk. És most én ebben az első esetben még azért kiírtam itt a szorzást, de a következőkben ezt már majd fejből fogjuk megtenni. Tehát a 3x négyzettel szoroztuk a 2x a harmadikont, és plusz 3x négyzettel szoroztuk ugye a 4x-et, és ezt most megtesszük a szorzást, ugye összeszorozzuk, amit kell, és lesz a 6x az ötödiken, plusz 12x a harmadikon. Még egy példán köröztül azért így megnézzük, amikor ugye a szorzó tényező a zárójel mögött található, az elv az akkor is ugyanaz, tehát a polinomot megszorozzuk ezzel a monommal, mindkét tagját. Vagyis a 4a-t szorozzuk a 2a-val, és a mínusz 7b-t szorozzuk szintén a 2a-val, majd a szorzásokat elvégezve lesz 8a négyzet mínusz 14ab. És látható, hogy ugye itt úgy írja, hogy b szer a, de én már rögtön ab-t írtam. Ugye a BA az ugyanaz, mint az AB, tehát ezt már megbeszéltük, hogy általában ABC sorrendbe írjuk föl ugye egy monomban a változókat. Nézzük is a feladatunkat. Látható itt mind az öt példánál, hogy egy polinomot kell szoroznunk egy monommal. Ugye az előző feladat alapján fogunk valami színest vagy a ceruzánkat, és ajánlatos ugye benyilazni, hogy mit mivel szorzunk. És most már nem írjuk ki külön a szorzást, hanem már fejbe leírjuk a végeredményünket, lesz 4x mínusz 32. Kettesnél is ugyancsak megnézzük, ugye, hogy mivel kell szoroznunk. Tehát a mínusz 3-mal szorzom a 2-at, és mínusz 3-mal szorzom a 7b-t.
és ugye leírjuk ennek a megoldásán. Nagyon fontos ugye azért az előjelekre figyelni, tehát itt mínusz 3-mal szoroztam ugye a plusz 7b-t, tehát ugye ez mínusz lett, meg szintén ugye mínusz lett a végeredmény. Következőnél is a mínusz 2x-el szorzom a polinom minden tagját, és ugye rögtön már a megoldást is odaírhatom, hogy az mínusz 8x a harmadikon, és mínusz 6xy. Négyesnél mínusz 7a a harmadikon b-vel szorzom először a 4a négyzetet, majd a mínusz 2b a negyedikent, és ugye rögtön a megoldást is fölírjuk, tehát látható, hogy mínusz 7-tel szoroztam a mínusz 2-t, tehát plusz 14-et kaptunk, arra figyelünk, és természetesen figyelünk a kitevőkre is, ugye, hogy a harmadikonnal szoroztam a négyzetet, a az ötödiken lett, és persze itt még a b, majd ugye a harmadikon b-vel, a b a negyedikent, ugye lett a harmadikon, b az ötödiken. Tehát ugye a szorzásnál figyelünk már a változó kitevőire is. És az ötödiknél szintén, ugye most hátulról található az 5c és a d, de megszorozzuk ezzel a polinom mindkét tagját, és fölírjuk a megoldást. Nézzük, hogy polinomot polinommal hogy szorzunk. Hát látható, itt egy példa, az a plusz b-t szorozzuk meg a c plusz d-vel. Hát ez is ugyanolyan elv alapján fog működni, tehát a disztributív tulajdonság segítségével, vagyis először is a c plusz d-vel, mint egy összetartozó valamivel, úgymond megszoroztam az első zárójelben az a-t, majd megszoroztam az első zárójelben lévő b-t. És utána ugyancsak a disztributív tulajdonság segítségével ugye megszorozom az a-val a c plusz d-t, majd ugye szintén a b-vel is. És megkapjuk, hogy ez ac plusz ad plusz bc plusz bd. Tehát azt láttuk, hogy az első zárójelben lévő mindkét taggal megszoroztam a második zárójelben lévőt, mindkét tagot. Vagyis a definíciónk az lesz, hogy polinomot polinommal úgy szorzunk, hogy az egyik polinom minden tagját megszorozzuk a másik polinom minden tagjával. És ha így megkapjuk ugye a szorzatot, vagy egy szorzat összegét, és ezt is egy polinomnak hívjuk. És miután elvégeztük ezt a szorzást, utána azért rendezni kell majd az adott polinomunkat, tehát a láthatók hasonló tagok, azokat összevonjuk, és ugye csökkenő fogszám szerint fölírjuk. Itt van egy példánk is, tehát az x plusz 3-at szorzom az x mínusz 2-vel, vagyis itt is ugyancsak elkezdek nyilazgatni, itt már tényleg nagyon fontosak, hogy láthassuk, hogy mit mivel szorzunk, tehát ajánlom, hogy különböző színnel lehet a nyilakat behúzni. Tehát látható, hogy az x-el megszoroztam az x-et is, és utána a mínusz 2-t, és a plusz 3-mal az x-et, és a mínusz 2-t. És meg lett ugye ennek a végeredménye, és azt látható, illetve nem a végeredménye, csak ugye az eredmény, mert itt látható, hogy a mínusz 2x-et és a plusz 3x-et ugye össze lehet vonni, mert hasonlók. Vagyis akkor a tényleges végeredményünk az x négyzet plusz x mínusz 6 lesz. Nézzünk ezzel kapcsolatban is akkor feladatokat. Ugyanolyan kis könnyű példa, mint az előző kis feladat, tehát két polinomot szorzunk egymással, minden tagot minden taggal. Vagyis benyilazzuk,
és elvégezzük a szorzásokat. Tehát először a 3x-et szorzom a 2-vel, ugye az a 6x, 3x-et 5x-el, 15x négyzet, mínusz 7-et 2-vel, mínusz 14, és a mínusz 7-et plusz 5x-el, mínusz 35x. Megnézem, találhatók-e hasonló monomok, hát látható, hogy x-esek hasonlók, ezeket aláhúzom, és rendezem a polinomot, ugye a csökkenő fokszám szerint, ahogy eddig is tettük. Első helyre 15x négyzet kerül, majd ugye a mínusz 29x összevontuk a hasonlókat, és mínusz a 14. Kettes feladatnál ugyancsak benyilazzuk minden tagot minden taggal, és elvégezzük a szorzást. 5y szoroztam a 3y-nal, 15y négyzet, 5y-t a 2-vel, plusz 10y, a 3-at a 3y-nal, plusz 9y, és a 3-at a 2-vel, plusz 6. Én javaslom azért nektek, hogy mindig legyen egy rendszer abba, hogy hogyan szorozzátok ezeket össze, tehát ne össze-vissza csináljátok, hanem mindig lépésenként az elsővel mindegyiket, a másodikkal mindegyiket. Megnézzük ugye, hogy van-e hasonló, találunk az y-osokat, és összevonjuk őket, rendezzük a polinomot. Háromosnál ugyancsak elvégezzük, ugye majd a szorzásunkat minden tagot minden taggal, vagyis a 4-at szorzom a 2-val, 8-al négyzet lesz, 4-at szorzom a mínusz 3b-vel, mínusz 12ab, 3b-t a 2-val, 6ab, tehát látszik, hogy nem azt írtam, hogy ba, hanem rögtön fölcseréltem, AB legyen, hogy már ABC sorrendben álljanak a változók, és 3B szorozva mínusz 3B-vel a mínusz 9B négyzet. Megnézem, van-e hasonló, összevonjuk, és végül leírjuk rendezve a polinomot. A 4-esnél látható, hogy itt már az első polinomunk egy picivel bővebb, tehát három tagból áll, de az elv az itt is ugyanaz. Az elsővel, vagyis a mínusz 6x négyzettel szorzom, ugye először az x-et, majd az 5-öst, utána az 1-essel fogom szorozni az x-et, majd az 5-öst, és végül az x-el szorzom az x-et, és az 5-öst. És le is írjuk ugye ennek a megoldását, tehát még egyszer a mínusz 6x négyzettel x-et, mínusz 6x a harmadikon, mínusz 6x négyzettel az 5-öst, mínusz a 30x négyzet, az 1-essel az x-et és az 5-öst, hát az ugye nem nagy szorzás, x-el x-et, x négyzet, és x-el az 5-öst, 5x. Ránézzünk, megnézzük, hogy találunk-e hasonlókat, tehát látható, ugye, hogy x négyzetesek hasonlók, és x-esek is vannak hasonlók, és végül összevonva, majd rendezve a polinomunkat, megkapjuk a végeredményt. És nézzük a legutolsót, tehát itt is ugyanezt megcsináljuk, először az x-el fogom megszorozni a második polinom minden tagját, tehát az x négyzetet, majd a 4x-et és a mínusz 1-et, és utána a mínusz 2-vel ugyanezt mind a három tagot. Vagyis látható, x-el x négyzetet, x a harmadikon, x-el a 4x-et, 4x négyzet, x-el a mínusz 1-et, mínusz x. Tehát ide, ha valaki az 1-est odaírja, az nem hiba, de általában nem szoktuk kiírni. És mínusz 2-vel az x négyzetet, mínusz 2x négyzet, mínusz 2-vel a 4x-et, az mínusz 8x, és végül a mínusz 2-vel a mínusz 1-et, plusz 2 lesz.
hasonlókat aláhúzzuk, ugye már a tanultak szerint, majd összevonjuk és rendezzük a polinomunkat. Nézzük meg az utolsó feladatunkat. Itt már azért egy sokkal összetettebb kis feladat adódik. Látható itt A, B és C polinom, mind a három két tagú, és össze kell őket egyszerre szorozni, tehát A, B, C-t látunk, az azt jelenti, hogy ott szorzás van köztük. Hát az első lépésünk az, hogy szigorúan zárójelbe behelyettesítjük a polinomokat, majd valahogy eldöntjük, hogy hogyan szeretnénk. Az első két zárójelet szorozzuk össze, vagy az utolsó kettőt, tehát választhatunk, tudjuk, hogy a szorzás asszociatív tulajdonság, tehát lehet csoportosítani. Én azt választottam, hogy először az első két zárójelet fogom összeszorozni. Tehát én itt már nem nyilasztam be, azért én javaslom nektek, hogy a nyilazásokat itt tegyétek meg. Látható, hogy a 2x-el megszoroztam a 3x-et, 6x négyzet lett, 2x-el a mínusz 4-en, mínusz 8x, mínusz 3-mal a 3x-et, mínusz 9x, és mínusz 3-szor mínusz 4 plusz 12. A következő lépésben, ha adódnak most hasonlók, akkor azért vonjuk azokat össze, hogy utána a szorzásunk majd egy picit egyszerűbb legyen. Tehát összevontuk a mínusz 8x-et a mínusz 9x-el, és a következő lépésben ugyancsak elvégezzünk, minden tagot minden taggal összeszorzunk, és megkapjuk az adott végeredményünket. Hát nem fogom most mindegyiket végigmondani, csak az elsőt, tehát látszik az, hogy a 6x négyzetet a 4x-szel, ugye ez került az első helyre, 6x-et a mínusz 5-tel második helyre, és így szépen sorba. És ugye a következő lépés a hasonlókat aláhúzzuk, x négyzeteseket találunk hasonlót, és ugye az x-eseket, ezeket összevonjuk és rendezzük a polinomot. És a B része, tehát 6A mínusz a BC, ismét szigorúan zárójelben behelyettesítjük a megfelelő polinomokat, tehát hogy az A helyére a 2x mínusz 3-at, a B helyére a neki megfelelőt, és a C helyére a neki megfelelőt. Itt már én pirossal írtam azt a zárójelet, mert nagyon-nagyon kell itt figyelni erre a mínuszra. Illetve, bocsánat, pirossal írtam a mínusz, nem a zárójelet. Tehát a mínuszra kell itt nagyon-nagyon figyelnünk. Tehát nézzük is meg, hogy ez hogyan is néz ki. Tehát ezt a második szorzást még mindig zárójelben írtam le, mert az a mínusz az összes tagra úgymond érvényes. Minden tagot minden taggal megszoroztam, és a következő lépésben lesz, hogy feloldjuk a zárójelet, és megváltoznak a tagoknak az előjelei. És végül összevonjuk azokat, amik hasonlók. Tehát aláhúzzuk őket, és rendezzük a legnagyobb fokszám szerint ugye csökkenő sorrendben. Hát én nagyon remélem, hogy a mai tananyag érthető volt nektek, tehát átismételtük, hogy hogyan kell polinomot szorozni monommal, valamint ugye polinomot polinommal. Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket!